Ada község napja alkalmából díszülést tartott a községi képviselőtestület. Kiosztották a június 24-i ülésen elfogadott elismeréseket, a Pro-Urbe és a Juventus Pro-Urbe díjakat. A községi képviselőtestület nyilvános pályázatot és felhívást intéz úgymond a lakosság irányába. Itt lehetnek magánszemélyek, lehetnek civil szervezetek, intézmények, tehát bárki adhat úgymond jelölést egy-egy díjra. Idén két fiatal érdemelte ki a Juventus Pro-Urbe díjat. A moholi Izidóra Zsivkovics színkitűnő tanulója az Óbecsei gimnáziumnak, és a birkózásban is jeleskedik. A fiatalok alkotó tevékenységéért járó plakettet vehette át továbbá az Adai Műszaki Iskola végzős tanulója Mészáros Benedek is. Szerintem a legnagyobb érve ennek a díjnak, hogy részt vettem a Neumann versenyen, ami egy ilyen programozóknak tartott esemény, ahol az emberek megmutathatják a tehetségüket és a tudásukat, és hát én itt ezen jeleskedtem, különböző díjakat kaptam, és hát ez egy nagyon nagy pozitívum az életemben. Resóczki Roland néptáncot oktat, gyűjtései hozzájárulnak a Tiszamente táncanyagának feltárásához. Munkáját Ada község Pro-Urbe díjjal jutalmazta. Hát igazából nagyon meglepett, igazából én szerettem volna egyik ismerősünket felterjeszteni, és amikor megtudtam, hogy végül engem terjesztettek fel, akkor igazán meglepett. Úgyhogy igazából egy picit számítottam rá itt az elmúlt napokban, hallottam róla, kaptam értesítést, hogy mégsem az sikerült felterjeszteni, akit én gondoltam, de ennek nagyon örültem, és nagyon megtiszteltetés volt a számomra, hogy az Adai Vadvirág hagyományápoló kör és Ada község lakossága úgy gondolta, hogy talán inkább megérdemlem ezt a díjat ebben az évben. Ada község polgármesterének elismerésében részesült többek között a vírus helyzet alatt erőn felül teljesítő Adai Egészségház is. Meglepőd bennünket, egyáltalán nem számítottunk rá, ugyanis mi valójában csak végeztük a munkánkat, az, ami esküdt kötelességünk, hogy ilyen esetben maximális teljes tudással, teljes erőbevetéssel a polgároknak az egészségét óvjuk, védjük és harcoljunk azért. Az eseményen ott volt dr. Badbajár Zenemiadar, Szerbia és Magyarország mongol nagykövete is, aki magyarul mondott köszönetet a meghívásért.